Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, 9:30 van, ébredj velünk, extra és a vendégem a stúdióban, mi kedvenc színésznő, Földesi Eszter, szervusz Eszter. Földes. Földes. Jó, kezdődik. Látod, ez sikerült, mondtam neked, de fogalmam sincs. Mi mondta Földesi? Földes Eszter. Földes Eszter. Jó, de tudják az emberek. Hát, itt nem is hallottak. Na. Tehát korán indult a napod. El. Elvitted a gyereket az óvodába. Igen, igen. Ez minden reggel ez külön logisztika? Hát igen, igen, de most már kezdek belerázódni, meg kezdünk beleszokni. Ez első... Igen, most három éves, és most szeptember végén kezdte az óvodát, Waldorf óvodába jár, úgyhogy péntekenként nincsen neki, mert még picike, úgyhogy csak 4 napot kell őt óvodába vinni. Óvoda az még, hagyján, az még liberális, de amikor iskola jön. Hát azon majd akkor fogok gondolkodni, mikor iskolás lesz, addig nem szeretném fülöslegesen előre nyomasztani magam évekre előre. Most óvis. Igazából én azt gondolom, hogy logisztika szempontjából nagyon szerintem nem lesz más, hogy óvodába jár. Maximum a helyszín változik, és akkor kicsit többet vagy kevesebbet utazunk. És ez a emberileg, mentálisan azért teljesen egy másik lelki állapot. Pláne anyának lenni, tehát az a 9 hónap, az sok mindent meghatároz, amit apáknak később adatik meg. Igen, és nem is az első 9 hónap, ameddig ben van a baba ott a pocakban. Ott már lényegi dolgok lezajlanak. Hanem az utána lévő 9 hónap az, ami átformálja a viszonyokat, az erőviszonyokat, az energiaviszonyokat, a napi rutint, az, hogy az ember a saját energiáját hogy osztja be, nem csak a kapcsolati energiákat, vagy a párkapcsolati időt, tehát tulajdonképpen mindent fölülír, mindent fölrúg, és újra kell bútolni az embernek az életét. Pontosan, de áthangolódik az igen, ember, abszolút, nem hormonális, minden szempont, tehát, mindenhez való hozzáállást újra kell hangolni. Igen, igen. És ez megtörtént? Nehéz volt? Muszáj volt, hogy megtörténjen, tehát igazából ez nem is az én döntésem volt, hanem azért ez egy kényszer tulajdonképpen, különben az ember képtelen lenne az életben maradásra, és én ugye ráadásul viszonylag korán vissza is mentem dolgozni, és én azért egy elég nagy energiatöblettel rendelkező ember vagyok, de még engem is meglepett, hogy mennyire patika mérlegre kell az embernek tenni az energiáit és az idejét, hogy tényleg jól tudja az ember beosztani, és ne fáradjon ki. Tehát ugye azért hozzászokik az ember ahhoz, hogy beleöli a sok-sok energiát a munkájába, de amikor annak vége és hazamegy, akkor jön a pihi. Most vége, nem jön a pihi, mert az utolsó figyelmét az embernek, az utolsó csepp türelmét, szeretetét, mindenét azt oda kell adni. Hát ugye csodálatos dolog anyának, szülőnek, apának lenni, de azért komoly meló. Nagyon fárasztott tud lenni. Hát igen, meg főleg azt gondolom, hogy mentálisan, és azt nehéz talán megszokni, vagy ahogy beszélgetek a kisgyerekes ismerőseimmel, hogy egyszerűen elmúlik az időszak, amikor azt csinálja az ember, amit szeretne. Ennek ma vége. Igen. Igen. És egy pár évtizedig így is marad. Hát így is marad, de nyilván azért nagyon-nagyon sok minden változik, tehát ez alatt a 3 év alatt is borzasztó sok minden változott. Nekem igazából az első 1,5 év volt az, amit nagyon nehéznek és terhelőnek éreztem, amikor nagyon sok kétség jött fel bennem, hogy jól csinálom-e, alkalmas vagyok-e rá. Hát ez az általános szerintem, ami minden, nem csak anya, hanem minden szülő átesik, és akkor így kialakul tulajdonképpen annak a rutinja és annak a biztonsága, hogy igen, ez megy, és viccesen azt szoktuk mondani a férjemmel, hogy mikor a gyereknek szülinapja van, akkor tulajdonképpen azt ünnepeljük, hogy még sikerült életben tartani idáig, de ilyenkor nagyon büszke vagyok magamra, hogy eddig még ez összejött. Most már ez a 2,5-3, hogy megvan, akkor már nem lesz baj, akkor igen, most már. Igen, meg hát ugye ő is egyre fejlődik, egyre izgalmasabbak az együttlétek, ahogy a személyisége kibomlik, ahogy elkezd beszélni, ahogy van egy saját kis világa, én például imádom, hogy óvodába jár, és lett egy külön kis intim szférája, ahova annyira enged be, amennyire ő szeretne. És én baromira élvezek minden vele töltött pillanatot, tényleg. És most tágul a világ, tehát most a külvilágra hatása is megjelennek szép lassan. Igen, igen. Tehát is fel kell készülni, mert... Hát, igen. igen. És párhuzamosan sokszor megéli a saját gyerekkorát, mert megérti a saját anyját.
Hogy anyám, hát, nekem ez abszolút volt, és egy olyan dolog volt, amire egyáltalán nem tudtam felkészülni. Én nagyjából éreztem, hogy én ezt hogy fogom viselni, vagy milyen típusú anya leszek, de arra az egy dologra nem készültem, hogy mennyi mindent hoz föl ez a saját gyerekkoromból. És nagyon sok olyan traumatisztikus dologgal kellett szembenéznem, amiről addig, vagy azelőtt fogalmam sem volt, és leéltem 31 évet úgy, hogy azt gondoltam, hogy nekem csodálatos gyerekkorom volt, és bizonyos szempontból igen, de nagyon sok olyan eltemetett emlék és sötét pillanat van a gyerekkoromban, amit olyan mélyre temettem, hogy szinte el is felejtettem. Most jöttek elő? És amikor a kisfiam megszületett, akkor jött vissza nagyon-nagyon sok minden. Igen, bizonyos szempontból átértékelődött az édesanyámmal való kapcsolatom is. Az is nagyon-nagyon érdekes, hogy nem csak anyaként, de az édesanyám lányaként is micsoda utat jártam be, és a mi kapcsolatunk is mennyi mindenen ment keresztül. Ez terápia is? Hát tulajdonképpen igen. De feloldja, igen. Felhozza, de fel is oldja utána? Hát az, hogy feloldódnak ezek a dolgok, szerintem ez mindig az egyénen múlik, hogy mennyire képes tudomást venni ezekről a dolgokról, amik ott kopogtatnak hátul, és egyre jönnek előrébb és előrébb, mennyire akarja ezt az ember elnyomni, mennyire van képessége, vagy ereje, vagy akarata ahhoz, hogy mondjuk ezekkel szembenézzen, mennyire kíváncsi. Azt látom, hogy szinte mindent el lehet nyomni hatalmas energiával. Én akkor mindig felteszem a kérdést, hogy ezt a hatalmas energiát, amit az elnyomásra használunk, azt miért nem arra használjuk, hogy inkább megoldjuk és feloldjuk ezeket a dolgokat. Nyilván ez egy hosszú út, és tényleg sok-sok fájdalommal is járhat. Sok ember talán félti magát ezektől a dolgoktól, vagy fél attól, vagy kis hitű azzal kapcsolatban, hogy ezekkel a dolgokkal szembe tud-e nézni. De én azt gondolom, hogy érdemes, mert utána sokkal könnyebb minden, és sokkal több mindent tud meg az ember saját magáról, és minél többet tudunk magunkról, én azt gondolom, hogy annál biztosabb lábakon tudunk közlekedni a világban, és annál inkább önazonosak tudunk lenni, és annál őszintébbek tudunk lenni, és minél őszintébben tud az ember élni, minél önazonosabban szerintem, annál nagyobb a szabadságérzetünk. Szóval letesz ezeket a zsákokat, igen, akkor utána már könnyű önazonosnak lenni, mert nincs ott a zavarok is, valami frekvencia, igen, ami állandóan zavar. Szerintem nagyon fontos, hogy arra törekedjünk, hogy az ember azt tudja mondani, hogy igen, ez vagyok én, és ez büszkén fel tudja vállalni. Mindegy, hogy milyen csomagot cipel az ember, vagy milyen emléket, vagy mi ő, arra büszkének kell lenni. Én nekem például nincsen semmi olyan az életemben, amit kitörölnék, mert attól vagyok én, és attól vagyok most olyan, amilyen, attól vagyok olyan ember, vagy olyan nő, akit a férje szeret, akit a gyermeke szeret, akit a kollégái szeretnek, hogy végigéltem azokat a dolgokat, amiket végigéltem. Bármilyen nehéz volt. Hát ezzel a kombinációval vagy ezzel a kombináció, az, aki igen, mindennel együtt. Igen, és minden. Ebből egy pici valamit kihúznánk, akkor szerintem alapjaiban borulna föl nagyon-nagyon sok minden. Ugye ez Richard Pryorral történt meg, ugye az amerikai színész, fekete színész, és ő nagyon haragudott a világra, mert a anyja prostituált volt, és nagyanyja volt a madám, és ott kuplerájban nőtt fel, és amit haragudott a feketékre, fehérekre, mindenkire. Mindenki. Viszont mondtak neki, hogy menjen Afrikába, ott mindenki fekete. És elment fél évig ott volt, visszajött, és rendbe tette magát, és megváltozott, tompa lett. Eltűnt az a tűz, eltűnt az a fájdalom, ami miatt az ő stand-upja működött. Vagy tehát utána nagyon depresszió. Igen, igen. De depresszióba is esett? Depresszióba is, komoly depresszióba is esett. Hát akkor az, amikor visszajött, én azt gondolom, hogy ez egy állomása volt ennek a terápiának, mert nyilván ennek van egy olyan állomása szerintem, amikor nagyon mélyre csúszik az ember, de ha onnan vissza tudsz jönni, akkor én azt gondolom, hogy utána lehet, és igen, ez egy kérdés, hogy nekem is volt egyébként ilyen gondolatom, hogyha bizonyos dolgokat feloldok magamba, akkor eltűnik az a fájdalom, akkor eltűnik az a érzelmi akkumulátor, amiből én töltekezem mondjuk a saját munkámban. Ez a paradoxon. Igen, és akkor így úgy voltam, hogy nem, inkább a fájdalmaimat így ápolgatom, és külön egy kis díszdobozba tartom, bármikor ki tudom nyitni, és akkor... Igen, de én azt gondolom, hogy nincs erre...
nincs erre szükség, vagy hogy szerintem a tehetség az egy olyan dolog, ami töltekezik nyilván a saját életünkből is, de én abban hiszek, hogy ez nem veszhet el, és nem hunyhat ki attól még, hogy mentálisan és minden szempontból egészséges életet vagyunk képesek élni, és rendben vagyunk magunkkal és a világgal. De olvastam, és csak úgy kérdezem tőled, hogy ugye te a biológiai apukádat gyártónak vagy. Igen, viccesen gyártónak. Viccesen gyártónak hívod, és édesapád a Földes Tamás. Ő az édesapád. És ő az édesapád. Mert ő apaként jelen van. Igen, igen. Már pici korod óta. Igen, igen. De ez a kettőség azért könnyű lerendezni? Hát ez nehéz, mert azért... Ez nagyon érdekes, mert olyan nagy törést vagy nehézséget ez bennem nem okozott. Én 9 éves korom körül voltam, 9-10, amikor elmondták, hogy nekem van egy gyártóm, és én arra emlékszem, hogy így megmondtam a vállam, hogy jó. Aztán később... Most mikor... egy információ, csak igen, igen, meg nagyon nagy volt a kötő, most is nagyon, nagyon erős a kötődés az édesapámhoz, a Földes Tamáshoz, aki a névadom, szóval édesapám, igen. És aztán később, amikor ilyen gimnazista lettem, akkor kezdett el így piszkálni ez a dolog, meg úgy érdekelni, meg az tény, hogy a saját családomban is sokszor volt olyan érzésem, hogy van valami máshogy van bekötve bennem. Uh-huh. És ezt nagyon sokszor egyébként a környezetem, a felnőttek megerősítették, tehát utólag ilyen tinédzserként följött egy csomó olyan emlék, hogy lent vagyok a két öcsémmel a játszótéren, és jönnek oda a kedves ilyen új lakóparki babakocsit tologató anyukák, apukák, hogy na hát te miért vagy szőke, téged a postás hozott? És azt így gyerekként nem értettem, de felnőttként megtörtént, de felnőttként sem értem azt a rossz indulatot, hogy ilyet hogy tehet egy felnőtt ember egy kisgyerekkel, akkor meg az, hogy mi ez, hogy a postás hozott, azt nem is értettem, hogy ez így önmagában mit jelent, ez később kódolta visszamenőleg az agyam. Szóval volt sok ilyen, és ezt nagyon sokszor megkaptam. De ez egy hihetetlen, nagyon nem? Sokszor. Ez miért bántják az pár gyereket? Igen, igen, és mondom, most felnőtt fejjel sem értem, tehát én soha nem tudnék ilyet tenni, arról nem beszélve egyébként, hogy én úgy vagyok szőke, hogy egyébként a gyártóm barna hajú, barna szemű, édesanyám is barna hajú, barna szemű, szóval sosem ez egy ilyen nagyapai. Sosem mondod ki, hogy apám? Nem szoktam. Nem, apaszol, nem használod? De egyébként jobban vagyunk, és jobban ő ezt tudja, és abszolút humorral kezeli, és abszolút elfogadja. Én 16 évesen találkoztam vele először, utána volt egy 6 éves kihagyás, aztán még egy 6 éves kihagyás, és most így úgy vagyunk, hogy így szoktunk kommunikálni. De adnál neki helyet a lelkedben? Hát valamennyi hely van, de... De apám az apám. De az apám az apám, és valahogy azt érzem, hogy olyan intenzív helye nincsen egyszerűen benne. De mondom, ő ezt abszolút elfogadja, és tök jól kezeli, és az nekem... Kap a lányából egy kis morzsákat, és igen, az jót de ez meg az ő csomagja, és ez az ő dolga. Én nem szeretnék azért adni magamból, hogy őt feloldozzam a saját problémája ez az egész, én azt gondolom, nem, tehát nem. Neki kell szerintem... Ez jó tett, nem? Jó cselekedett az is, hogy ne cipelje már. Igen, de az rajta múlik, hogy neki mennyi kell ehhez, vagy ő ezt hogy tudja később feldolgozni, vagy most feldolgozni. Én azt gondolom egyébként, hogy tök rendben van ezzel a dologgal, és amit tudtam, én megtettem, és segítettem, tehát abszolút nincs bennem, de soha nem is volt ezzel kapcsolatban harag, sőt azt szoktam mondani, hogy borzasztó szerencsés vagyok, hogy én az édesapám mellé kerültem végül. És, a sors. És igen, és a sors, és nekem ez kellett ahhoz, hogy szintén ez a csomag, amiről beszélünk. Sors korrigálta, tehát valahol eltévesztette. Más által születtél, de azt mondja, de benne van a karmikus feladatod. Viszont ez nagyon érdekes, hogy tényleg 16 voltam, amikor először találkoztunk, és azzal az érzéssel mentem haza, hogy oké, nekem az édesapám az édesapám, viszont nagyon sok mindent helyre tett bennem ez a találkozás,
és egyáltalán nem voltunk zavarban, nem mentek ezek a szokásos körök, hogy milyen az iskola, hogy tanulsz, nem, hanem így rögtön így belecsaptunk a közepébe, és tulajdonképpen olyan volt, mintha saját magammal beszélgetnék. És bármikor, amikor leülünk egymással szembe és beszélgetünk, olyan, emiatt egy picit unom a beszélgetés, mert olyan, kimondja a saját szavaidat, és nagyon érdekes, hogy milyen elképesztő hasonlóan gondolkodik, vagy gondolkodom én. Gondolkodik, nem tudom, hogy gondolkodunk, az is nagyon érdekes, hogy ugyanaz a Pilinszky vers, a kedvenc versünk, úgy, hogy sose beszéltünk erről, szóval igen, erre mondják talán, hogy a vér nem válik vízé, és ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy van egy ilyen, megtörtént ez a találkozás, és tudom hova kötni magamat és azokat a dolgokat, amiket eddig nem tudtam hova kötni. Van egyfajta folytonosság. Igen. A folytonosság tudat az nagyon fontos az ember számára. Igen, igen. Abszolút. De te hiszel a sorsban meg ilyenekben? Én nem hiszek a véletlenben, inkább így mondanám. Akkor jó. Igen. Én sem, mert véletlenek nincsenek, csak úgy van rendezve a dolog. Igen, meg én azt gondolom, hogy úgy kell élni a világba, hogy be kell fogadni, és azzal kell kezdeni valamit, amit kapunk, ami van. Még akkor is, hogyha fáj. Minden olyan dolog szerintem, amit kapunk, az egy lehetőség. Az egy lehetőség arra, igen, hogy tapasztaljunk, hogy többek legyünk, hogy érettebbek legyünk. Fejlődjünk. És fejlődjünk. Így van. És akkor a pároddal való kapcsolat, találkozás, az is sorsszerűnek tekinted? Abszolút. Az is karmikus? Hát szerintem. Karmikus. Szerintem igen. Álmos Fülöp igen. Akarta, hogy találkozzátok. Hát szokom, hogy a lelke kiválasztják a szülőket. Kiválasztják a szülőket, igen, igen. Hát ahogy a fiamat nézem, tényleg ő kiválasztott minket, mert borzasztó jól viseli, hogy ilyenek a szülei. Nagyon jól viseli. Hát, hogy így ilyenek. Milyenek így. Nem normális vagyunk, civilek, nagyon... hanem művész hát, lelkek. Igen, hát. Nem szeretem ezt mondani, hogy normális civilek, mert nem szeretek ilyen határvonalakat húzni. Tehát nyilván van egy olyan életvitelbeli különbség, aminek az oka az, hogy az a foglalkozásunk, ami, és nagyon jól viseli ezt a dolgot, nagyon jól érzi benne magát, abszolút felveszi a ritmusunkat, egyáltalán nem fesztelen. Igen, legalábbis egyelőre erről tudok beszámolni, hogy 10 év múlva, amikor 13-14 lesz, mi lesz, azt nem tudom. Jó, de neked is a művész szüleid vannak, és neked az volt a természet. Igen, én például nagyon-nagyon szerettem, tehát ilyen szempontból bennem nem is volt félelem. Az Andrásnak az előző házasságában a volt felesége, ő elsősorban a gyerekekkel volt otthon, tehát ez egy teljesen más felállás volt, és ugye az ő édesanyja is, tehát hogy náluk is ez a klasszikus családmodell volt, ő talán egy picit jobban tartott ettől, én egyáltalán nem tartottam ettől, mert én tudtam, hogy ezt lehet csinálni, hogy lehet csinálni, és hogy lehet jól is csinálni, úgyhogy igen, nekem ez teljesen természetes, és azt látom, hogy a kisfiamnak is, hál' Isten. És a színház, te azt mondtad, hogy számodra soha nem létezett a másik verzió, csak a színház. Igen. Színház. Igen. Hogy? Hát nem tudom, valahogy nagyon megfertőzte. Azért, mert a sejtjeimet fertőzte, hogy sejtszinten hatott rám már gyerekkoromban is, és tényleg nincsen olyan emlékem, hogy én mással szerettem volna foglalkozni, és az is érdekes, hogy én ezt még a saját szüleim elől is titkoltam, és próbáltam ilyen kitérőket tenni, mikor kérdezték, hogy mi akarsz lenni, hát nem tanárnő, óvónő, mondtam mindenfélét, és így egy ilyen dédelgetett titok volt bennem az, hogy én tulajdonképpen ezt szeretném csinálni, és színházzal szeretnék foglalkozni, és azt szerintem ilyen 15 körül voltam, mikor mondtam a szüleimnek, és hát viszonylag szkeptikusan fogadták, apukám is úgy volt vele, hogy jó, hát de majd lehet, hogy kiderül, hogy tök tehetségtelen, hogy majd igen, hát vagy kiderül, hogy alkalmatlan vagyok erre az egészre, és akkor így szép, nem is voltam versmondó lány se, meg tehát, hogy én ezt tényleg így csöndbe dédelgettem ezt a dolgot, és sok színházas gyerek barátom, barátnőm benne volt előadásokban, és sokszor kérdezték, hogy ó, biztos te is szeretnél, és én tényleg emlékszem arra, hogy ilyen 9-10-11 éves voltam, és az volt a fejemben, hogy nem, én nem akarok cuki gyerekszínész lenni, én megvárom, kivárom, ameddig engem komolyan vesznek, és egy rendes, komoly színésznő lesz belőlem, és hát ugye
most jelen pillanatban a pályán vagyok, aztán minden más még előttem van. Most mik a projektek? Most nemrég volt két bemutató, a Radnóti Tesla Laborban a minden negyedik, ami a perinatális gyász témáját járja körül, Csábi Anna rendezésében, illetve az egyik most legfontosabb előadás, a Portugál levelek a Mozsár műhelyben, ez november 15-én és 30-án lesz majd. És a Mozsár műhelyben este 19:30, ez tulajdonképpen egy háromszereplős monodráma és egy 17. században élt apáca fájdalmas és világot felrobbantó szerelméről szól. Ez tehát több részes beszélgetés lesz ez. Most első rész lehet. Okay. Köszönöm, hogy eljött és beszélgetni vele. Köszönöm, velünk tartottak. Vigyázzanak magukra. Viszontlátásra. Ruhában támogatónk az American Eagle. Ruhában partnerünk a Merrill. Ruhában támogatónk a Pepe Jeans. Ruhában támogatónk a Narakamiche.